Hmm. Dünnyögött az öreg, és minden oldalról megszemlélte a könyvet, mintha valami furcsa tárgy lenne. Fontos könyv, de szörnyen unalmas. A pásztor fiú meg volt döbbenve. Az öreg tehát tud olvasni, sőt, már olvasta is ezt a könyvet. Ha pedig tényleg olyan unalmas, van még idő, hogy másikra cserélje. Ugyanarról szól, folytatta az öreg ember amiről szinte az összes könyv, hogy az ember képtelen irányítani a saját sorsát. És a végén még meg is győzi az olvasót, hogy elhiggye a legnagyobb hazugságot a világon. És mi a legnagyobb hazugság a világon? Érdeklődött meglepve a pásztorfiú. A következő, hogy létezésünk egy bizonyos pillanatában elveszítjük uralmunkat életünk fölött, amely így a sors kezébe kerül. Ez a legnagyobb hazugság a világon. Velem ez nem történt meg, mondta a fiú. Azt akarták, hogy pap legyek, én pedig eldöntöttem, hogy pásztor leszek. Jobb is így, mondta az öreg. Mert te szívesen vándorolsz. A gondolataimból olvas, tűnődött a fiú. Az öreg ember úgy festett, mint egy arab, ami ezen a vidéken egyáltalán nem szokatlan. Tarifát Afrikától csak pár órás hajóút választja el. Elég átkelni a keskeny szoroson. Hová valósi uram? kérdezte. Mindenhová. Az ember nem lehet mindenhová valósi, tiltakozott Santiago. Én pásztor vagyok, és mindenfelé járok, de egy helyről való vagyok, egy faluból, amelyik egy régi vár mellett fekszik. Ott születtem. Akkor mondhatjuk, hogy én sálemben születtem. És mit csinálod sálemben? <laughs> – Hogy mit csinálok sálemben? – nevetett föl jó ízűen az öreg ember. – Nos hát, én vagyok ott a király. <laughs> – Mit ki nem találnak az emberek? – gondolta magában a pásztorfiú. – Néha jobb a juhokkal, azok legalább nem beszélnek, csak az élelemre meg a vízre van gondjuk. Vagy még jobbak a könyvek, amelyek hihetetlen történeteket mesélnek el, de csak ha érdekelnek bennünket. Viszont, ha emberekkel beszélünk, azok néha mindenfélét kitalálnak, amire aztán nem lehet mit mondani. Melkísédeknek hívnak, folytatta az öreg. Mennyi juhod van? Elég, válaszolta a pásztorfiú. Ez a vénember kisé túl kíváncsi. Akkor ez baj. Nem segíthetek neked, amíg úgy gondolod, hogy elég juhod van. Santiago feldűődött hiszen nem is akar semmiféle segítséget. Épp az öreg kérte el tőle a bort és a könyvet, s ő kezdett beszélgetni. – Adja vissza a könyvemet! – mondta. – A jókért kell mennem, és muszáj elindulnom. – Add nekem a nyájad tized részét! – szólt az öreg ember. – Én pedig megmondom neked, hogyan jutsz az elásott kincshez. – Ekkor a pásztorfiúnak eszébe jutott az álma, és egyszeriben minden világos lett neki. Az öregasszony nem akart tőle semmit, de ez a vénember, talán a férje, ki akarja szedni belőle a pénzt valamilyen értelmetlen felvilágosítás címén. Nyilván ez is cigány. De még mielőtt bármit mondhatott volna, az öreg lehajolt, fölvett egy fadarabot, és elkezdett írni a térhomokjába. Amint lehajolt, melkasán olyan fényességgel villant meg valami, hogy szinte elvakította a fiút. Az öregember azonban korához mérte meglepően gyors mozdulattal, odaszorította köpenyét a testéhez. Santiago ismét oda és látta, mit ír az öreg. A főtér homokjában apja és anyja nevét olvasta ki. Elolvasta életének teljes történetét egészen a jelen pillanatig, kezdve a gyerekkori játékokkal, folytatva a szemináriumban töltött hideg éjszakákkal. Olvasta a kereskedő lányának a nevét, amit még ő sem tudott. Olvasott azokról a dolgokról, amikről soha senkinek nem beszélt, például az apjától ellopott pisztolyról, amelyel szarvasra akart vadászni, vagy a legelső magányos nem élményéről. Én vagyok Sálem királya, mondta az előbb az öreg. Hogy lehet az, hogy egy király beszélget egy pásztorral? kérdezte a szégyenkező és megdöbbent Santiago. Több okból. De mondjuk a legfontosabb, hogy te képes vagy beteljesíteni személyes történetedet. A pásztorfiú nem tudta, mi az a személyes történet. Az, amit mindig is csinálni akartál. Fiatal korában mindenki tudja, mi a személyes története. Akkor minden világos és lehetséges, és az emberek nem félnek attól, hogy álmodjanak és akarják mindazt, amit az életben szívesen csinálnának. Ahogy azonban telik az idő, valamiféle titokzatos erő igyekszik bebizonyítani, hogy a személyes történetet megvalósítani nem lehet. Az öregember beszéde nem volt túlzottan világos a pásztor fiú számára, de meg akarta tudni, mi az a titokzatos erő. A kereskedő lánya tátott szájjal fogja hallgatni, ha majd elmeséli neki. Ezek olyan erők, amelyek rossznak tűnnek, de valójában megtanítanak arra, hogyan valósítsd meg személyes történetedet. Fölkészítik a lelkedet és az akaratodat, mivel ezen a bolygón egyetlen nagy igazság létezik legyél akárki, csinálj akármit. Ha valamit igazán akarsz, az azért van, mert ez a kívánság a mindenség lelkében született meg. Ez a te küldetésed a földön. Akkor is, ha csak járni akarom a világot, vagy elvenni a kelmekereskedő lányát, vagy kincset keresni. A világlélek az emberek öröméből táplálkozik, vagy a bánatból, az irítségből, a féltékenységből. Az ember egyetlen kötelessége, hogy beteljesítse személyes történetét. Minden egy. És ha akarsz valamit, az egész mindenség összefog, hogy kívánságodat megvalósítsad. Egy kicsit hallgattak, és az embereket figyelték a téren. Az öreg szólalt meg először. Valójában miért legeltetsz juhokat? Mert szívesen járom a világot. Az öreg egy emberre mutatott, aki a sarkában piros kiskocsia mellett állva pattogatott kukoricát árult. Az ott gyerekkorában szintén világot szeretett volna látni. Aztán inkább megvette magának ezt a pattogatott kukoricás kiskocsit, és most éveken át félreteszi a pénzt. Ha majd megöregszik, eltölt egy hónapot Afrikában. Nem értette meg, hogy az ember számára mindig megvannak a feltételek ahhoz, hogy azt tegye, amiről álmodik. Inkább pásztornak kellett volna mennie, töprengett hangosan a fiú. Gondolt rá, mondta az öreg, de egy utcai járus valamivel több, mint egy pásztor. Az utcai árusnak van fedél a feje fölött, a pásztor pedig a szabad ég alatt alszik. Az apák szívesebben adják a lányukat egy utcai árushoz, mint egy pásztorhoz. Szántiágónak a szívébe nyilallott, amint eszébe jutott a kereskedő lánya. Ott, abban a kisvárosban bizonyosan van egy pattogatott kukoricás. Egy szóval az, amit az emberek az utcai árusokról meg a pásztorokról gondolnak, fontosabb lett számukra, mint a személyes történetük. Ezután az öreg lapozgatott a könyvben, s egy helyen beleolvasott. A pásztor várt egy kicsit. Egyáltalán miért beszélget velem ezekről a dolgokról? Mert te megpróbálod, hogy a személyes történetedet éld, és most kis hián lemondtál róla. És ilyenkor maga mindig megjelenik? Nem mindig, ebben az alakban, de mindig megjelenek. Néha például egy új gondolat, egy jó ötlet formájában. Máskor meg, válságos pillanatokban, megkönnyítem a dolgokat. Az emberek nagyon hamar fölismerik, mi az, amiért élniük kell, folytatta az öreg erően. Talán éppen ezért nagyon hamar föl is adják. De. Ez már csak így van. Ekkor Szantiágónak eszébe jutott, hogy tulajdonképpen az elásott kincsről kezdtek beszélgetni. A kincseket a víz mossakja a földből, és ugyanaz az áradat vissza is temeti őket, mondta az öreg.